kiteremtette a föld határait, kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Ézsaiás proféta könyvéből 40. fejezet 28. versében köszöntöm szeretettel a testvéreket Szent Háromság ünnepén. Isten kijelentett titkai ez a vezérfonal itt a Szent Háromság ünnepében, és ma erre figyelünk a Szent Háromság ismerete és szolgálata. Mit jelent ismerni, érteni és szolgálni a Szent Háromságot, ezt fogjuk ma végig gondolni Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit ezen a mostani alkalmon. Ahogyan minden évben június első vasárnapján ma is megemlékezünk azokra a kitelepített előzött testvéreikre, akiket 1946-48 folyamán innen Bonyhádról űztek el, először házaikból, aztán hazájukból. Mindaz, ami a trianoni béke diktátum erre az országra kényszerített, és amelynek folyományaként nehéz helyzetbe kerültek nemzetiségek, nem magyar anyanyelvűek, többek között a bonyhádi evangélikus testvéreink, indítson arra minket, hogy bűnbánat találjunk meg a Szent Háromság egyik az Isten előtt. Ezen a mai Isten tiszteleten imádságban szeretnénk megemlékezni a trianoni béke diktátum 100 éves évfordulójára is, amikor Magyarország több részét elszakították, így aztán az a nemzet, az az egység, amely korábban megvolt, szétesett. Így gondolunk azokra a határon túl rekedt testvéreinkre is, akik szívükben, lelkükben magukat magyarnak vallják. Hirdetem azt, hogy elhunyt Palkó Jánosné született Varjú Zsuzsanna, 73 éves korában. Hamvasztás utáni temetése később lesz majd a szekszárdi temetőben, hogy életének utolsó szakaszában ott élt, így gondoljunk elhunyt testvérünkre. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családra. És most az Isten tisztelet elején megkérem Kőledné Ilonkát, a német kisebb önkormányzatnak az elnökét, hogy György Ferenc felügyelőúrral együtt álljunk meg ott az emléktáblánál, és így helyezzük el az emlékezés koszorúját. Így szól az Úr, boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgál, mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára kér. A legkönnyebb az olyan forint, Niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Wird gnädig sein, den Geringen und Armen, und den Armen wird helfen. Wird sie aus Bedrückung und Verwirrung erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Isten áldja meg azokat, akik ma emlékeznek itt Bonyhádon. Áldott tegye mindenki, aki ezelőtt az emléktábla előtt megállt, és áldott legyen mindenki, aki megemlékezik az elhurcoltakra, kiűzöttekre.
nyugodjék meg azoknak emlékén, akiknek életét vagy földi boldogságát elvették, de a Krisztusban kapott örök életüket el nem tartotta. A békesség jelképre legyen közöttünk ez a hely, és rajta keresztül is erősödjön haza szeretetünk, és épüljön Krisztus egyháza a Szentlélek által nemzedékről nemzedékre. Amen. Most pedig helyezzük el az emlékezés koszorúit, a gyülekezet és a Bolyhádi német kormányzat. Megemlékezésünket követően az első énekünket énekeljük, amely a 41. szám. Thank you.
és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásod, és áldanak téged a te híveid. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Imádkozz! Isten, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azokat az igéket, amelyeket erre a mai ünnepünkre, Szent Háromság vasárnapjára, oltár előtti felolvasásról kijelöltek. Megírva találjuk először is az Ószövetségben, Ézsaiás profita könyvében, a 6. fejezet, első 13 versében, majd a 249-es énekünk első versét énekeljük el fennállva maradva, és utána hallgassuk meg a levélbeli igénket Pál apostolnak, rómaiakhoz írott leveléből, a 11. fejezet, 33. versétől a 36. versét, a következő. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát akarta el, kettővel a lábát akarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek Ura. Dicsősége betölti az egész földet. A haragos kiáltástól megremegtek a küszöbő keresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáron. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette az ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint azt ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Ő így felelt. Menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd siketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy a szemével ne lásson, a fülével ne halljon, a szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart az Úr? Ő így felelt. Amíg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyatott lesz az ország. Megmarad belőle egy tized, az is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek kivágás után lelegeli az új hajtásait, de egy ilyen hajtás végül szent magát. Thank you.
mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és még kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lesz az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony őtőle, ő általa, és őre áll nézve van minden, ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülve a 250-es Thank you.
Hallgassuk meg ennek a mai ünnepünknek az evangéliumát. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 21. és 22. versben a következő. Abban az órában így újongott Jézus Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld, Urat, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és feltetted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya. És hogy ki az Atya, csak a Fiú. És az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Szent Háromság ünnepe mindig a pünkösd ünnepét követi. Igen, mert szükségünk van arra, hogy a Szentlélek kiáradása után igyekezzünk megérteni azt a titkot, azt a mélységet, amely titok tulajdonképpen az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Szent Háromság egyik az Istennek a megértése. Mert hát nem olyan egyszerű ez az egész történet, nem olyan egyszerű ez az egész ünnep, hiszen pontosan, szépen elmagyarázva, logikusan levezetve nem is találjuk meg a Szentírásban. Ellenben megtaláljuk azt a tapasztalatot, megtaláljuk azt az emberi hitélményt, ahogyan az ember találkozik az Atya cselekedeteivel, mint teremtő gondviselő Isten. A történelem egy pontján találkozhattak a tanítványok, apostolok, és mindazok, akik abban az időben ott éltek az emberlélet Istennel, a Fiú Istennel, és aztán pünkösd ünnepén az apostolok, és aztán az őt követők is megtapasztalhatták a Szentlélek Isten munkáját is. De hogy hogyan van egymással Atya, Fiú, Szentlélek, hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hát ez egy sokkal nehezebb dolog. Pünkösd után az apostolok elindulnak az igazi kincsel, az evangélium hirdetésével. És ezzel a kincsel járják végig városokat, falvakat, és jönnek létre egymás után gyülekezetek, közösségek. Ezt ünnepeltük múlt vasárnap, az egyház születésnapján. Ugyanez történik, amikor Jézus kiküldi tanítványait. Bár még akkor nem beszélnek konkrétan a Szentlélek Isten munkájáról, még nem történik meg pünkösd, de a tanítványok visszatérve, az a 70 tanítvány, akiket Jézus kiküldött kettesével, örömmel mesélik el, hogy hogyan engedelmeskednek nekik a lelkek. Örömük határtalan, mert látják a Szentlélek munkájának a gyümölcsét, az evangélium gyümölcsét. Jézus rávilágít a tanítványok számára, hogy ez nem a tanítványok munkájának eredménye, nem valami emberi produkt, hanem az Isten munkája, mindaz, amit ők megtapasztalnak. Az, hogy emberek megértik, hogy mit jelent a bűnbocsánat, emberek megértik, hogy mit jelent a kegyelmes Atya, és az emberek megértik azt, hogy mit jelent egy új kezdet, egy új élet, amelyet Isten ajándékozhat nekünk. Ilyen értelemben Jézus nem bölcseket küld ki. Nem olyan embereket, akik teológiailag képzett, cizellált mondatokkal mondják el az emberek számára azt, hogy ki is az Isten. Hanem ők azok, akik megélik az evangélium örömét. Ők, akiket sokszor így nevez maga Jézus is, gyermekek. Itt ebben az evangéliumi szakaszban, miután visszatérnek a tanítványok, és valóban örömmel mesélik ezt el mindazt, amit tapasztaltak, azt olvassuk, hogy ezek után maga Jézus kezd el örülni, mint egy újonnan. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztalak, Atyám, menj és földre, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől,
és feltetted az egyszerű emberek. A bölcs és értelmes ember a rabbinista hagyományban az, aki ismeri Isten törvényét és az atyák hagyományát, és ezért eligazodik a mindennapi élet kérdésekben. A gyermeki az ennek az ellentéte. Az, aki nem ismeri a törvényt, ezért azt sem tudja, hogy mikor lépi át, nem is lehet bölcs és értelmes. Ilyennek tekintették a föld egyszerű népét, a szegény népet. Ahogyan az emlékezésben is, a Zsoltárban is újra és újra visszatért ez a kifejezés, hogy a szegény nép. Igen, jelenti azokat a kegyeseket, akik Isten előtt tekintik magukat egyszerűnek, tudatlannak, szegénynek, és ezért kegyelemre szorulnak. A gyermek ilyen értelemben azokat jelenti, akik kicsiségük tudatában Istenbe vetik reménységüket. És igen, Isten különös szeretettel fordul ezek felé a megvetettek, megalázottak felé. Az írástudók az atyától átadott hagyományt adják tovább, Jézus azonban az atyától származó egészen új hagyományt adja tovább övéinek, tanítványainak, az Atya és a Fiú ismeretét. Istennek és Jézusnak a megismeréseit nem pusztán értelmi megismerés, vagy az ismeretek közlését jelenti, hanem sokkal inkább az ótestamentumi Isten ismeretnek megfelelően azt a szoros, személyes viszonyt, amelyből életújulást állt. Ahogy egykor az ősatyák, vagy éppen maga Izrael népe Istennel való közösséget keresve borult le az Isten elé, ezt a hit élményt adja tovább Jézus tanítványain keresztül. Ezt az egészen Istenre való rábízást próbálják átadni a tanítványok azoknak, akik hallgatják őket. Ezek után Jézus nem kevesebbet mond azzal, hogy én ismerem az Atyát, és az Atya ismer engem, mint azt, hogy Istent megismerni és szeretni egyedül általa lehet. Mert én tetszett Isten. Istennek tetszett egyrészt az, hogy csak Jézusban legyen megismerhető igazán. Másrészt az, hogy csak a gyermekiek ismerjék fel az egészen emberi Jézusban Isten Atyai szeretetét. Gondoljunk bele, azok az emberek, akik az végig az Ószövetség korában, idejében próbáltak minél közelebb jutni az Istenhez, proféták, papok, vallásos emberek, egyszerre csak azt élik meg, hogy ott áll előttük egy ember. És kiderül, hogy ez az ember élet Isten. És kiderül az, hogy ezen a Jézus Krisztuson keresztül lehet igazán megismerni azt, hogy ki az Atya. És innentől kezdve már Istent megismerni Jézusban nem elméleti ismeretet jelent, hanem sokkal inkább azt, hogy megmaradok a szeretetben. Megmaradok az Atya szeretetében, és ebben a szeretetben elmélyülve tudom továbbadni ezt a szeretetet más emberek felé. Megérteni a Szent Háromság egyik az Istent tehát nem is olyan egyszerű. Mondják egyszer Szent Ágoston, tengerparton sétált, vagy ahogy mi mondjuk, Augustinus, és a Szent Háromság titkán elmélkedett. Egyszerre csak észrevette, hogy egy apró gyerek kardjóval a tengervizét a homokba vált gödröcskébe próbálja átmerni. Augustinus megkérdezte tőle, mit művel. A kisfiú bátran felelt. Látod? A tengervizét akarom ide átönteni. Gondolod, hogy ez sikerül? Kérdezte a püspök. Miért ne hinném? Válaszolta komolyan a fiúcska, aki tulajdonképpen Isten angyala volt.
Te is hiszed, hogy felelni tudsz arra, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tengervizét egy kis kajóval kimeríteni, mint neked a Szent Háromság titkát megérteni. Hát talán ez a történet is mutatja azt, hogy Isten ismerete az nem arról szól, hogy én logikusan, észérvekkel próbálom újra és újra magamban megfogalmazni, megérteni azt, hogy kicsoda az Isten. Hanem az Isten ismerete az, hogy benne bízva én legorult el, és az angyal sereggel együtt imádom és magasztalom az ő nevét, és egész életemben próbálok kapaszkodni, csüngeni rajta. Mert tudom, hogy az életem az ő kezében. Ez a ráhagyatkozás, ez a rábízás az, ami igazából meghozza az igaz Isten ismeretet. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor elgondolkodunk, akár a világ történéseiről, akár azon, ami történt 100 évvel ezelőtt, vagy ami történt 46-48-ban, és megpróbáljuk végig gondolni azt, hogy mi emberek a magunk történetében, hogy hova jutottunk, akkor mi magunk is tudjunk leborulni az Isten elé. És meglátni azt, ahogyan sokszor a történelemben sérült emberek és népek mégis meg tudnak állni Isten előtt. És mégis tudják áldani az ő nevét. Mert sokszor a bajban is megérték azt, hogy mellettük van az Isten. Megérték azt, hogy fogja a kezüket az Isten. A teremtő és gondviselő Isten, az értünk meghalt és feltámadt megváltó Isten, Fiú Isten, és a bennünket megszentelő, bennünket vigasztaló, erősítő, bátorító Szentlélek Isten. Így lássuk a magunk életét, így lássuk a mi népünk életét, és így adjunk hálát Istennek azért, hogy ma itt vagyunk, és ma is áldhatjuk, magasztalhatjuk Isten nevét. Most hajtsuk meg fejünket, és imádságban forduljunk a Szent Háromság egyik az Isten felé. Amen. Urunk, Szent Háromság egyik az Isten, magasztalunk, hogy Istenséged titkát kinyilatkoztattad. Növeld hitünket, hogy ne essünk hamis tanítások rabságába, hanem mindig készek legyünk hitünkről számot adni. Tarts meg minket kegyelmedben, hogy egész életünkben a Te utadon járjunk. Könyörgünk Istenünk, hogy minden ember eljusson a benned való hitre. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged. Találd meg őket, hogy ők is rád találhassanak. Könyörgünk mindazokért, akiket tanúságtételre rendeltél, hogy szolgálatukat ne kell lelketlenül, hanem élő hittel és teljes odaadással végezzék. Hát, hogy hitünkről mi is szeretettel és lelked erejével tegyünk. Könyörgünk egyházadért, hogy ígéret tisztán és igazán kérdesse, szentségeiddel feltámadott úrunk rendelése szerint szolgáljon a rábízottak üdvösségére. Könyörgünk beteg, megszomorodott, megfáradt testvéreinkért. Vigasztal és erősítsd őket, hogy megpróbáltatásunkban meg ne keseredjen, hitüket és reménységüket el ne veszítsék, hanem bízzanak benne, és többet várják gyógyulásokat. Könyörgünk a világért, kegyelmed és irgalmad újítsa meg, és indítsa reménységet. Add, hogy Szent Lelked sokakat az üdvösség útjára vezessen, és felelős szeretetre bátorítsa. Urunk, nemzetek királya, Te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretet. Hazánkért és egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzá.
Száz évvel ezelőtt mi, magyarok, mély fájdalmat éltünk át. Közös emlékezetünk súlyos sebe az első világháborút lezáró béke és annak minden következmény. Az emlékezet gyógyulását pedig tovább hátráltatták a múlt század megosztó eseményei, melyek megtörték a magyar közösséget, a magyar nemzetet, és megosztották a Közép-Európában élő népeket. Urunk, te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javukra válik. Ennek tudtában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Hadd, hogy meggyőrizzük az egységet azokkal a magyar testvéreinkkel, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra, a történelem, és akik Magyarországon vagy országunk határain túl élnek, akár magyar, akár más anyanyelvű. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősíts a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak el többé a történelmi fájdalom, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös életet. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanulmányát, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egyéforma lepogni. Hallgass meg minket, Urunk, Szent Háromság egyik az Isten. Tőled kaptuk életünket, te hívtál el minket egyházad közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünket az igaz hitben, az üdvösség reménységében, hogy életünkben és halálunkban tiéd legyünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig a Jónásra, úrvacsorára készülve a 308-as énekünk első versét énekeljük, az úrvacsora alatt majd a 11-es liturgiához lapozzunk, és ahogy már az elmúlt vasárnap, most is hirdettem, hogy az úrvacsorát, az ostját, azaz Krisztus testét kézbe kapjuk, és ugyanezt az ostját kérem, hogy őrizzük meg, és majd amikor a borral, azaz Krisztus vérével járunk körbe, akkor ebben a borban egy pillanatra beváltva vegyük magunkhoz a szentséget. A 308-as évek első versét énekeljük. Kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonosztól. Ezek után feláll, felejétek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezel. És végül hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszed. Legyen nékünk, ami hitünk szerint. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség nektek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartanak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdettem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvéreim, Isten megbocsátotta a bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, élő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével, és a földön küzdő egész anyaszentegyházakkal együtt boldogan állunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel kérdetjük, szent nevet dicsőségét. Ez az én testem, amely tértek adatik. Ez csak
Hálát adott nekik adta, és ezt mondta. Higgyatok ebből mindjárt, e pohár az szövetség az én vérembe, amelyet értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örök.
teljes liturgiánk utolsó versét énekeljük, utána pedig majd egymástól mosolyan fogunk elköszönni, kész fogást most előzni fogjuk. Erős várom Istenet!